A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az ünnepi beszélgetések nézőit, amelynek sorában vendégem Bence András, evangélikus püspök helyettes, tisztelettel köszöntöm. Nos, hát eljött a mi időnk, eljött advent ünnepe, és a nézőknek is hadd mutassam meg, az imént már arról beszéltem, hogy ez a gyülekezeti hírmonda egy nagyszerű olvasmány, ajánlom mindenkinek, hiszen így advent előtt, advent időszakában egy olyan tartalommal bír, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos számunkra. No, az egyházközség mindennapjairól kell, hogy beszéljünk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt másfél-két év a koronavírus járvány okán alaposan megnehezítette az egyházak dolgát is, viszont ilyenkor derült ki, hogy mennyire fontos a közösségi lét. Mi mindent tudtak tenni ez időszak alatt, hiszen ez azt hiszem, hogy egy rendkívüli kihívás, és ugyanakkor megerősítést jelent a hívőknek, ha továbbra is olyan programok várják őket, amelyeket online térben is meg lehet oldani. Valóban nagyon nagy kihívás volt számunkra ez az év, részben a Covid-járvány okán, amelynek a nyomait ma is érzékeljük még, részben pedig az orosz-ukrán háború okán is, mert hiszen a mi gyülekezetünkben is érkeztek ukrán menekültek, és az első fél évben nagyon nagy figyelmet kellett arra fordítanunk, hogy őket ellássuk, és jól tartsuk vendégként, vagy még inkább azt mondom, hogy testvérként befogadjuk őket. És ez a két kihívás határozta meg az életünket. Aztán persze a második fél évre már ilyen gazdasági kihívások is elénk kerültek, mint a rezsi növekedése, meg efélék, és végig kellett azt gondolnunk, hogy hogyan tud működni az egyházközség gazdaságilag is. Azt gondolom, hogy ezekben a feladatokban a legjobb tudásunk szerint igyekeztünk helytállni. Amit még inkább szeretnék mondani, hogy mennyire megtapasztaltuk azt, hogy az Úristen sok-sok ajándékkal vezet bennünket előre ezen az úton. No, én azt gondolom, hogy az evangélikus egyház arról is megismerszik, hogy rendkívül színes változatos programokat kínál hívőknek, a töpörtyüktől a nyugdíjasokig. Ezekről a csoportokról kell, hogy szó essék, mert hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát kezdjük talán a gyermekisten tiszteletek. Én azt hiszem, hogy példaértékű az a tevékenység, hiszen az Isten tisztelettel párhuzamosan rendezik ezeket, amelyek a gyermekeket is megszólítják. Kezdjük az indítatással. Az indítatás az mindig a gyakorlati tapasztalatokból épül, tehát abból, hogy vannak családok a gyülekezetben, tartoznak egész családok a gyülekezetben, és azt vettük észre, hogy ezek a családok nem mernek templomba jönni. Mert hogy jaj, a picikék zavarják a nagyokat, és nem is bírják ki, hát ugye nem egy órára vagy másfél órára vannak hitelesítve ezek a kisgyermekek jó magaviseletből, hanem legfeljebb 10-15 percre, és ezért nagyon régen, évekkel ezelőtt elkezdtük azt, hogy minden Isten tiszteletünkkel párhuzamosan foglalkozunk a gyermekekkel. Isten tisztelet elején bent vannak a templomban, tehát megszokják a templomi közösséget is, és amikor a számukra úgymond unalmas, vagy hát monoton rész következik, az ige hirdetés, akkor mennek ki, és a saját nyelvükön játékkal, énekléssel egybeszőve tanulják az Isten igéjét. De a gyerekekkel nem csak itt foglalkozunk, hanem tartunk külön családi istentiszteleteket is. Tehát amikor a hagyományos istentiszteletünket formáljuk úgy, hogy családok, kisgyermekek is részt vehessenek rajta, ilyenkor a
kicsiknek szőnyeget terítünk le a gyülekezeti teremben, ahol az istentiszteletet tartjuk, vagy a templomban, és ott csúsznak, másznak, a nagyobbacskáknak, óvodásoknak rajzasztal van, hogy közben rajzolgathassanak, és a még nagyobbak pedig hát már tudnak figyelni arra, amit próbálunk az ő nyelvükön abban az időben elmondani. Tehát ez a két dolog van, hogy a hagyományos istentiszteleteinkkel párhuzamosan vannak a gyerekistentiszteletek, és a havonta egyszer tartunk ilyen családi istentiszteletet. Most az ősz folyamán elkezdtük azt, hogy egy havi másik alkalommal pedig az ifjúságnak igen, próbáltuk megszólítani az istentiszteleteinket. Azért folyamatosan a korra is figyelve, nyilvánvaló az ifjúsági kör találkozóin, ott már a fiatal felnőttek is részt vehetnek. Igen, a Covid járványnak az egyik megjelenése az volt, hogy főleg a fiatalok hiányolták a közösséget, és nagyon jó lehetőséget használtak ki, beosztott lelkészünk Cető Kata és munkatársunk Kozma Tamás, akik összegyűjtötték a fiatalokat, és azokat, akik a nyári táborba eljönnek, de évközben nem sok kapcsolatunk volt velük, őket összegyűjtötték, és most már két éve folyamatosan együtt vannak velük, és mindenféle nekik szóló programot tartanak. Ez elsősorban a középiskolás fiatalokra vonatkozik, ebben az évben most már megjelentek közöttük az egyetemisták is, és ez óriási lépés, meg következő feladatot is megadja nekünk, mert azt is jelenti, hogy az elkövetkezendő időben nem csak a középiskolásokra kell majd odafigyelnünk, mint fiatalokra, hanem az egyetemistákra is. Sokkal szűkebb határidőkben tudunk velük gondolkodni, mert ugye ők többnyire nem Fehérváron tanulnak. Viszont ez pozitív megerősítést jelent, én azt gondolom, mindenféle értelemben, hiszen tehát ívet ad az oktatásnak, mint ahogy a gyülekezeti hittanoktatás is, hiszen az óvisoktól a konfirmációig a hittanoktatásban részt venni, az nagyon sokat ad az embernek, a közösségének, a környezetének egyaránt. Igen. A gyülekezeti hittan az ugye már 40 éve, vagy nem tudom, időtlen idők óta működött, és mióta kötelező hittanoktatás van, azóta ugye átkerült az iskolákban a hitoktatás, és azt vettük észre, hogy ennek vannak negatív hatásai. Pozitív hatás az, hogy jóval több gyermeket elérünk, de vannak negatív hatásai, az atomizálódás, az, hogy nem ismerik meg egymást a szülők, hogy nem találják meg a templomot, mert ugye az iskolákban találkoztunk, és ezért kezdtünk ismét nagyobb hangsúlyt fektetni a gyülekezeti hittanra, és az óvodásokat elsősorban hívjuk be a gyülekezeti hittanra, illetve a hetedik osztályosokat, akiket mustármag közösségnek nevezünk, illetve a nyolcadik osztályosokat, pedig próbáljuk nem az iskolában oktatni, erre a jogi háttér megvan, hanem összegyűjteni őket a gyülekezeti házban, és közösségi élményt is adni ezeknek. Vonzóak ezek az alkalmak? Mi a személyes tapasztalata? A hetedik osztályosoké az kifejezetten úgy van fölépítve, hogy számukra vonzó legyen, az a közösségépítés ideje. A nyolcadik osztályos, az a konfirmációi előkészítés, ott persze van egy elég komoly tanulási időszak, és elég sok mindent igyekszünk ebben az időben átadni, illetve nem is átadni, hanem összegezni azt az ismeretet, amit az első hét évben az iskolákban megtanultak. Viszont az óra előtt, meg az óra után megvan a közösségi élmény. Ebben az esztendőben az az újdonságunk van, hogy ugyanerre az időre hívjuk meg a gyermekeknek a szüleit is, illetve akár valaki függetlenül a gyermekektől jöhet a közösségünkbe, van is ilyen ember, aki jár, és nekik a szülőknek külön foglalkozást tartunk, nyilván a saját korosztályuk kérdéseiről. És itt van a házas hétvége. Én azt mondom, hogy soha nem volt nagyobb szükség erre, hiszen a koronavírus járvány és a
gazdasági válság, recesszió, infláció, nagyon sok minden összejött, és ilyenkor a családok összetartása mindennél fontosabb. És nyilván a házas hétvégén nagyon sok minden szóba kerül, ahogy hogy át tudjanak lendülni ezeken a nehézségeken. A házas hétvége az nem a gyülekezetünknek az alkalma, bár a gyülekezetünkből többen részt vesznek ebben. Ez egy nagy nemzetközi mozgalom, ez a Marriage Encounter nevű szervezet, amelyben be lehet kapcsolódni, és igyekszünk is a gyülekezetünkből oda vezetni embereket. Valóban nagyon nagy megtartó ereje van, a házasságot megtartó ereje van ennek a közösségnek. Az is nagyon jó benne, hogy ez egy felekezetközi, tehát olyan családok lehetnek együtt részt, akik különböző felekezethez tartoznak, és aktívak talán a saját felekezetükben, de ebben a közösségben együtt lehetnek részt, katolikusok, reformátusok, evangélikusok. Őrajtuk kívül igyekszünk a fiatal házasokra is odafigyelni, több-kevesebb sikerrel, ugye azért az időbeosztás az nem kedvez a közösségi életnek, mert nagyon-nagyon sok munkája, feladata van egy-egy fiatal családnak. Nyilvánvaló. És hát a szépkorúakra vetülő figyelem is kiemelt. Én azt hiszem, hogy nekik van leginkább szükségük arra, hogy foglalkozzunk velük, hogy foglalkozzanak velük, és azt hiszem, hogy tehát itt nem lehet panasz szó, mert a nyugdíjas klub, azok a találkozási rend az megint csak jó. Olyan időszakot él a gyülekezetünk, amikor néhány közösség elérte a célját, a végét. Ilyen a nyugdíjas klubunk is. Ebben az évben, az első fél évben még tartottuk, aztán annak a vezetője is megöregedett, és nem vállalta tovább a vezetését. És azt gondolom, hogy egy nagy közösségnek, mint a gyülekezet, állandóan formálódnia kell. Ez a nyugdíjas klub, mint olyan megszűnt, de van egy biblia körünk, ahova egy más rétegű, de szintén nyugdíjas, illetve nem csak nyugdíjas testvérünk bekapcsolódott, nekik ez a találkozóhelyük, illetve alakult egy másik közösség, szintén nem csupán nyugdíjasoknak, de nemzedékeket átívelő közösség, ez az Alkos nevű kör, ahol kézimunkáznak közösen, akár gyülekezeti, akár valamilyen missziói célzattal készítenek valami, például most karácsonyra készült egy csomó képeslap az ő kezük munkája nyomán. Egyébként példaértékű az is, hogy a szociális otthonokat is látogatják, mert én azt gondolom, hogy ott aztán valóban ott vannak azok a rászorulók, akik problémákkal, gondokkal küzdenek, függetlenül attól, hogy milyen mármint ott a belső helyzetük. Igen. Személyesen én magam is járok szociális otthonokba, elsősorban a Farkasvermi úti otthonba, havonta egy istentiszteletre, ugyanígy járok a Baracskai Büntetés Végrehajtási Intézetbe istentiszteleteket tartani, és az énekkarunk éppen ma megy szintén ebbe a Farkasvermi úti intézetbe. Gyülekezetünknek az egyik tagja pedig ott töltött egy egész hetet közöttük, és próbált nekik segíteni. Nagyon fontosnak találjuk mi is a diakóniai szeretetszolgálati munkát. Alapítványunk végez ebben kimagasló tevékenységet, amellyel tudunk családokat támogatni anyagilag, gazdaságilag, vagy nyaraláshoz hozzásegíteni olyan fiatalokat, meg felnőtteket, akik erre rászorulnak. Megérkeztünk az adventi ünnepkörhöz. Milyen gondolatokkal fogadjuk hívők és nem hívők az adventi ünnepkört? Mielőtt erre válaszolna, Cető Katát említette, a beosztott lelkészt, és a gyülekezeti hírmondóhoz ő írt egy remek gondolatsort. Én azt hiszem, hogy egy röviden hadd idézzek belőle. Úgy fogalmaz, hogy Izrael épp ilyen várakozással várt, nem tudták a pontos időt, hogy melyik napon fog eljönni, hol fog eljönni a megváltó, de minden percben várakozott, hiszen már oly sokan megjövendőlték az érkezését. Elképzelték, hogy milyen lesz, mit fog tenni, hogyan szabadítja meg őket. Tele voltak álmokkal, reménységgel. Épp
éppen ezzel az érzéssel telik meg a szívünk advent idején, mikor mi is elkezdjük ünneplőbe öltöztetni lakásunkat, ahogy előkerülnek a karácsonyi receptek, a forró tea vagy éppen a forralt bor. Ez a készülődés már maga is ünnep, kikapcsolódás, öröm. Kívánom, teszi hozzá a végén, hogy tudjunk úgy készülni az ünnepre olyan vágyakozással, ahogy a Mária is várta a fiút, aki megváltoztatta egész addigi életét. Elgondolkodtató sorok. Hogy várjuk mi adventet ebben a ne titkoljuk és ne köntörfalazzunk nagyon felgyorsult és vészterhes világban? Igen, valóban el kell csöndesülnie a szívnek ahhoz, hogy az Isten lépteit meghalljuk. Kicsit jobban oda kellene figyelnünk erre az érkezésre, az érkező Krisztusra. Azért köszönöm ezt az idézetet, mert előbbiekben sokat beszéltünk a közösségekről, meg a különböző korosztályok között végzett munkánkról, és ezeknek a munkáknak a lényege éppen az, hogy a Krisztusra való odafigyelést erősítsük. Az a lényege, amit adventben hirdet meg az Úr, hogy eljön Sionhoz a megváltó. Vagy amit karácsonykor az angyal mond a pásztoroknak, hogy üdvözítő született ma nektek, aki az egész nép öröme lesz. És ez a csoda, hogy az egész nép öröme lesz, ez valamiképpen a gyülekezet küldetése is, hogy az Isten szeretetének az örömhírét mindenkinek eljuttassa. Ez fordít bennünket a generációkhoz, különböző helyzetben lévő emberek felé. De azt is szeretném mondani, hogy Jézusnak a születése az valóban egy olyan esemény, amely mindenkinek örömöt szerez, még akkor is, hogyha tudtán kívül. Megkérdezzük a diákokat, minek örülnek karácsonykor, és akkor elkezdik sorolni, hogy vannak örömeik. És ugyanígy a nyugdíjasokat is kérdezhetjük. Talán a legizgalmasabb kérdés az egyedülállóknak, meg a kórházban, intézetben élőknek a kérdés, hogy ők tudnak-e valaminek örülni karácsonykor, de azt látom, hogy azért mindegyikünk keresi azt az örömöt, amely erre az időszakra jellemző lehet, és ezt az örömöt, ezt az igényt az örömre, ezt Jézus születése ültette az ember szívébe. És ő valóban minden ember öröme. Az a kérdés, és azon fáradozunk, hogy ne csupán a vágy legyen bennünk az öröm keresésére, hanem megtaláljuk azokat az igazi örömforrásokat, amely Juhász Gyula szavai szerint ne csak így decemberre jelentsen nekünk örömöt. Igen, itt egy kérdések is elhangoznak közben, hogy vajon hol rontjuk el, túl nagyok lennének az elvárásaink, túl sok dolgot vállalunk magunkra. Mi lenne az, ami igazán fontos? Valóban, amit ön megfogalmazott, az részben kifejezi mindazt, amit mi hibaként hordozunk, és nagyon nehéz leszokni róla, mert hogy az igazán fontos dolgokra kéne fókuszálnunk. Igen, lehet, hogy félreérthető, amit mondok, de azért hadd mondjam, ma nagyon sok mindent szeretnénk mi magunk megoldani. Mi magunk elvégezni. És ami karácsonykor történik, az történik. Lukács így is kezdi a karácsonyi események leírását, és történt azokban a napokban. Hogy valamit az Isten végez. Az embernek nagyon sokszor meg kellene állnia és megvárnia az Isten cselekedeteit. És amikor azokat meglátjuk, akkor tudunk valamit lépni, mi is beleállni abba a cselekvésbe, amit ő végez. Igen, hiszen, és akkor ez talán végszónak is jó, és majd ön is kérem, hogy fogalmazzon meg egy üzenetet,
hogy Jézusnak az eljövetérére készülünk, aki megszabadít bennünket, aki feloldoz, aki átölel, és ez nagyon fontos mondat, aki átölel akkor is, mikor úgy érezzük, nem érdemeljük meg. Igen, ez az egyik legfontosabb gondolat a karácsonynak, hogy abba a világba jött el Jézus, amit nem érdemlünk meg, hogy akik nem akarták őt befogadni. János apostol így írja, hogy az ővéi közé jött, és az ővéi nem fogadták be. De mégis jön, és itt van, és egyszer föl fogjuk ismerni a jelenlétét, amit Isten elkezdett, az be is végzi, azért, hogy mi örömmel élhessünk tényleg. Történjék így. Köszönöm, hogy megtisztelt, áldott békés ünnepeket kívánok. Köszönöm én is a lehetőséget, én is kívánok mindenkinek áldott ünnepeket. Kedves nézőink, Bence András evangélikus püspök helyettes volt a vendégem, a karácsonyi ünnepkörről beszélgettünk. Önöknek is békés, áldott ünnepeket kívánok, viszontlátásra mindnyájuknak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.